mit kérdezhetnénk meg? Mit gondoltok a fokozódó nemzetközi helyzetről az MKKP táborban? Igen. Biztos? Igen, igen. Harmadszorra is megerősített? Igen. Sziasztok! Ti nagyon chillbe vagytok. Ezt szeretnénk megakadályozni, mert ez mégiscsak egy alkotótábor, nem pedig egy rezort. Sátraztok? Aha. Sátrazunk, igen. Találkoztatok Ungár Péterrel az éjszaka folyamán a sátraitok környékén? Nem, de nagyon szerettünk volna. Ungár Péter, minden sátor rád vár, a Quechua szponzorálja a megjelenésre a fesztiválon. Itt ez a sátor lesz az enyém, ha esetleg keresnék. Ez a fekete? Aha, hát inkább sötét zöldnek mondom. És mi legyen a titkos jelszó, amit a Péternek mondani kell, hogy bejusson a sátratba? Nyugodtan jöjjön be. Nem kell jelszó. Melyik programot ajánlod Emlén Zsoltnak, ha itt lenne a fesztiválon? A sörjogát, vagy a feminista focit szexizmus nélkül? Szimplán egy beszélgetést LMBTQ emberekkel, hogy elmondhassa, hogy milyen nagy bűnöket követünk el. Különös jelenségre ébredtek ma a táborlakók. Éjszaka Semjén Zsolt lefóriázta ezt a villanyoszlopot. Szemtanúja is volt az esetben. A hajnali órákban arra lettünk figyelmesek, hogy az égnek ebben a szakában aktív Semjén Zsolt átmászott a kerítésen. Itt láthatjuk a megrongált vaddisznó biztos kerítést, és egyéb nyomokból is következtettünk a jelenlétére. Ezért szoktuk ilyen az évnek ebben a szakában ezért szoktuk figyelmeztetni a vaddisznókat, őzeket, szarvasokat, hogy óvatosan járjanak, mert Semjén Zsoltok és türkök szabadon járnak az erdeinkben. Láttuk, hogy minden fólya tekercs volt nála, és a villanyoszlopot vette célbe, gondolom ez a oszlopszerű fallikus szimbólum, ami megzavarhatta a természetes párzási rituáléját. Ismét csak a Bodalki Krónikás jelentkezik az MKKP táborról. Égető kérdésekre keresünk hűsítő válaszokat. Igen. Meg tudnál nekünk magyarázni valamit? Tegnap reggel 10 óta nem aludtam. Úgyhogy nem. De talán lehet, hogy igen. Nem tudom. Le akarok feküdni. Melyik programot ajánlod inkább Novák Katalinnak a táborban? A sörjogát, várj meg kérlek a két opciót, a sörjogát, ez egy demokratikus rendszer, két választásod van, két helyre lehet szavazni csak. Tehát melyik programot ajánlod Novák Katalinnak, a sörjogát, vagy a feminista focit szexizmus nélkül? Sörjogát, az tök jó buli szokott lenni, ott én is ott szoktam lenni. És Katit el tudom képzelni egy ilyen sörrel a fején. Mm-hmm. Ja. Csak vigyázzon, hogy ne bonyítsam. Elkísérjünk aludni? Szeretnél lefeküdni? Hát, megmutatod a szállásodat? Room tour. Igen, ez a MTV My Crib. Okay. Jó? Amúgy is szeretnénk egy gasztro túrát tartani, ahol azt is megtudnánk, hogy milyen táplálékkal táplálkozol itt a fesztivál alatt. Én rendeltem a kaját, képzeljétek előre, lehetett regisztrálni. Tehát MKKP vannak bizonyos látogatói ennek a tábornak, akik megengedhetnek maguknak bizonyos fogásokat, meleg ételeket. Ebből a futurisztikus futrákból kerülnek ki itt a deluxe primer csemegék. Volt lehetőségem gyakorolni. Találtatok egy teleportot? Jó, itt fágyat kívánunk. Szia! Jó étvágyat! Szervusz, kérlek! Szeretnék zavarni téged étkezés előtt, mert az jót tesz az emésztésnek. Igen, mondjad! Tisztában vagy vele, hogy a tábor bizonyos peremvidékein, favellákban emberek háromnapos szardinia konzerveken és abonetteken élnek, miközben egyesek megengedik maguknak, hogy kesúdióval hintett cukkini pörköltet tegyenek bulgurra. Igen, a felső középosztály. Itt már az összes spórolt pénzem. Uh-huh. Volt rá keret. Vannak, akik sopronit isznak, míg mások kőbányait. Vannak, akik lemennek ebédelni, előre befizetett ebédcsekükkel, van, akik indiai konzerveket melegítenek meg villanyrezsókon. Pontosan így látom én is. Mennyit ér, mennyi van? Neked mennyit van most jelenleg? Hát tegnap még volt. Ma már sem érek semmit, úgyhogy...
Hát ilyen, amikor az uralkodó osztály, mint Mátyás király megszemléli a lecsúszott rétegeket, ahol már csak pár kerítés választja el minket az elszabadult párbeszédes aktivistáktól és társadalmi bázistól. Továbbra is égető kérdésekre keresünk hűsítő válaszokat. Arra az első kérdésem, hogy voltatok már valaha jó fesztiválon, mint az MKKP tábor, és miért nem? Soha. Miért nem? Tudja a tököm. Nem volt politika. Nem volt még ilyen professzionális szervezés. Tehát, hogy miért vagytok itt? Nincs jobb dolgotok? Pontosan így van. Ennél nem lehet jobb dolgunk. Nem dolgozunk, igen. Így van. Egyáltalán. És mi az a program, amiatt jöttetek, és mi az, amiatt haza fogtok menni? Hűha, hát ezt inkább nem válaszolnám meg. Akkor kileg fúss el a kérdés elől. Ezt úgy kell csinálni. Megtennéd, hogy elszaradsz a kérdés elől? Ez az MKKP tábor politikus képző. Hogyan tér ki a kérdések elől kurzusa? Elfutsz a kérdések elől? Nem vállod? Csak azt szeretnék kérdezni, elkísérünk szarni, képzeld el, ha esetleg a WC-n jársz, utána nézhetnél, hogy valaki ellopta a sörömet a WC-ről. Te loptad el a sörét? Egy kőbányai sörömet elloptad el a WC-ről. Amikor beléptem ebbe a mosdóba ma délután, egy sörrel gazdagabb voltam. Amikor kiléptem ebből a mosdóból, egy sörrel szegényebb voltam. Sörtorvajl, kérlek jelentkezz. Ez saját kulázás után? Csak azt szeretném kérdezni, hogy melyik programot ajánlónád Semjén Zsoltnak a táborból? A sörjogát, vagy a feminista focit szexizmus nélkül? A feminista focit szexizmussal. Létezik szerint, hogy feminista focit szexizmussal is? Hát nyilván. Te szexistán focizol? Én nem focizom, én csak szexista vagyok. Csak szexista vagy. Igen. Te ma a kérdések előtt? Mit kérdezni tőlem inkább most? Kérdezz valamit tőlem, kérlek. Neked nincs jobb dolgod most jelenleg? Sajnos nincsen jobb dolgom. Igen. És mennyire élvezed a tábort így munka közben? A tábor élvez engem, úgy nyilatkoznék. Minden jel arra mutat, hogy örül a társaságomnak. Neki sincsen jobb választása igazából, mint hogy itt legyen velem. Tisztelt italkutya, 1-től 10-es skálán mennyire elégedett a büfé szolgáltatásaival? Jók vagyunk itt. Nem kell arrébb mennünk, jók vagyunk itt, tökéletesek vagyunk. Forog. Tehát biztos értesültél arról, hogy az MKKP tábor idén komoly energiaellátási problémákkal küzdik. Megkezdtük már a 30 év alatti gyerekeknek akkumulátorgyárra átoperálását, és utána díjmentes lefóliázását, de ez még úgy tűnik, hogy mindig nem elég. Én arra gondolok, hogy ezeket a piciket, tehát ők az igazi akkumulátorok, nézzetek rá, látod? Ezek állandóan mozognak, na most ki lehetne nyerni belőlük valamilyen mozgási energiát, és akkor igen. Nem kéne igazából akkumulátorgyárakkal foglalkoznunk, hanem valami, hát ilyen gyerek dolgoztatás, mi ez? Ez egy nem túl világos pincében tartanánk őket, ha ilyen apró kis igen. Gyerek ezek, és akkor ők tekernék nekünk az áramot. Szia! Hogy hívnak? Regina. Mi szeretnél lenni, a nagy leszel, Regina? Én. Nagy. Szeretnél lenni akkumulátorgyár? Nem. Mókuska. Púni szeretnék lenni. És ha egy olyan púni lennél, akit rákötünk egy akkumulátorgyárra, és amikor futsz a mezőn, akkor az meghajtja és termeli az energiát? Nem. Nem? Olyan, ami repül. Egy repülő púni akkumulátorgyár. Ebben megegyezhetünk? Igen. Tehát Magyarország hosszú távú energiastratégiáját ismét megoldottuk. Mindössze Bodagra kellett eljönnünk, hogy a helyi erőkkel egyesülve a örökké visszaforgó villám csillámpóni repülőenergiát megtermeljük itt a táborban most, 2023-ban. Akkor mi gondoltok arról, hogy a táborban a 19-es faháznál elkezdték 30 év alatti gyerekeknek akkumulátorgyárra való átműtését. Na végre. Mivel járultok ti hozzához, hogy minél több magyar fiatal legyen akkumulátorgyár? Aláírunk, meg törvénymódosítót. Aláírnád? Meg törvénymódosítót nyújtunk be, meg ennek végszabadáson részt veszünk természetesen. Én voltam az első.
ezért, aki? Ez, akit akkumulátor gyere. Ez ezért van. Élőben jelentkezünk Bodakra az Emekai Tábéból, ahol találkoztunk az első már nem átalakító és akkumulátor nem átalakító műtetet átesett. De hogy hívnak, ne haragudj? Gallai Virág. Virág, aki már egy akkumulátorgyár. Hogyan változott meg az életed, mióta akkumulátorgyár vagy? Figyelj, most már az EON nem kapcsolja ki bazd meg az áramot. Körülbelül ennyire. Dír. Tele van feszültséggel. Tisztelt tesó, részt vesz szombat este a Politika az online térben című kerekasztal beszélgetésen? Jó poén lett. Nem lesz. Tehát az autoritár rezsimekről azt gondolnánk, hogy általában férfi nemi jelleget öltenek, azonban az előbb kiderült, hogy a cenzúra az nem ismer nemet. Hogy intézted el, hogy az előbb, mikor lementünk forgatni az ebédlőbe, forgatni a társadalmi különbségekről, akkor egyszer csak észrevettük, hogy a mikrofonom kikapcsolt. Hogyan tudod már nem csak így lelkiismeret ügyileg elintézni, hanem... Nem tudok számolni ezzel. Hanem pusztán, igen? Lehet, hogy a sörömnek az ellopása a WC-be terepő folyamán egy figyelmeztető jelzés volt a hatalom részéről, hogy jó helyen tegyem fel a kérdéseket, és jó kérdéseket tegyek fel, különben nem csak a sörömet lopják el, hanem a mikrofonomat lenémítják, és mi lesz a következő. De most miért teszed úgy, mintha tovább sétálnál, és nem hazamész igazából? Nem akarod megosztani a tábor nézőivel, hogy hol van a... Jaj! A cenzúra minisztérium melyik faházban található? Az ott van, ahol én vagyok. A benned élő cenzúra az bárhova elkísér? Igen. Ez így van. Innen lopták el a sörömet. Nézd, meg tudunk elni egy percre egy néma csendet a fél doboz kőbenyaimért. Elmorzsolni pár könycseppet. Köszönöm. Reméljük, hogy most már tanulsz is ebből. Nem bírtad ki az egy perc néma csendet akkor ezek. Az MKKP tábor Agitprop Prádája jelentkezik ismét csak. Szia, a Csekettőtől érkeztünk, és ha minden igaz, te most érkeztél erre a táborba. Igen, ebben a most pillanatban. Érkeztem, illetve lelkileg még nem érkeztem, meg fizikailag már úgy látszik, hogy nagyjából igen. Megmutatod, hogy hol vagy lelkileg esetleg? Kicsit még lejjebb, igen. És akkor megkeressük, és akkor tudtok egyszer. A táboron kívül ilyen mucsoröcsöge után két köpéssel onnan érkeztem, a lelkem egy darabját ott hagytam, majd talán ide érkezik estig. És te lenézed a vidékieket? Én, de csak azért, mert én is vidéki vagyok, ezért hát leginkább magamat nézem le, a többieket nem annyira, mert nem vagyok annyira bunkó. Tudnál vidéki arcot vágni egy pillanatra? A kamerának? Ez a vidéki arcom. Ilyenkor mit csinál egy vidéki? Humán térfigyelő rendszert játszik, és így működik. Megmagyaráznál nekem valamit? Mit? Valamit. Nem. Az MKKP táborban nem csak szellemi munka folyik, nem csak megfeszített agymunka az, amely végre hajtódik, hanem kétkezi munkával is építjük az országot. Ezt fogjuk megkérdezni. Te az nem a Karácsony Gergő? Főpolgármester úr, hol van a mikroadomány hullámsütő? Sziasztok! Szerintetek mindenki vicces ebben a táborban? Fake news-nak nem nyilatkozunk. Most megyek enni. Nem értem a kérdést. Mindenki vicces ebben a táborban, vagy csak a pártvezetőségnek van joga és privilégium a viccesnek lenni? Nem tudod feltenni ezt a kérdést rendesen? Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy itt épül a jövő országa? A jövő Magyarországa? Nem. Kicsi már odébb. Tisztelt Juhar Kutya! Mit gondol a kutyapárt esélyeiről a centrális erőtérben, úgy, hogy a 2024-es EP és önkormányzati választások egy időpontban lesznek? Kinek az országa épül itt, akkor ezt megtudhatjuk? Nem tudom, fogalmam is, hogy valakinek épül valamilyen. Talán Mészáros Lőrincet kéne megkérdezni. Ki, milyen Lőrincet? Mészáros Lőrincet, nem? Őt nem ismerem. Önnek épül valamilyen mindig. Én úgy tudom. És maga építi azt, ami Mészáros Lőrincnek? Nem, Isten ments, mert Mészáros Lőrincet nekem semmilyen kapcsolatom nincs. Nem is akarom, hogy legyen. Hát de bár néhány feles meginnék vele. Egy lomkronos hétent talán kérhetünk, így az hány óra munka még elkészül? Nem, lomkronos hétent nem fogunk csinálni, sőt mi igazából az országépítését nem horizontálisan gondoljuk, hanem vertikálisan, és látni fogják, hogy már épül egy hálózsák sétány, ami nem látszik,
innen nem látszik, majd hogyha arra mennek, onnan megtalálják egy emeletes hálózsák sétány, és azt gondolom, hogy innovatívabb, mint egy sima lombkorona sétány, ugyan már. Tehát meghaladtuk, túl vagyunk már a lombkorona sétányok korán, ugyebár? Mikor meghaladtuk mi aztán? Ez a... Habár ez nem kell kb. Tábra egy békés rendezvény, azért a bűnözők itt is megtalálhatóak, és nem nyugszanak egy percig se, ha arról van szó, hogy tönkre kell tenni közterületeket, vandálkodniuk kell itt a felépített funkciókkal rendelkező agregátorokon. Szia, megkérdeztem tőled, hogy miért adtad a fejed bűnözésre? Nem. Úgy tudjuk, hogy áruhás párbeszéd aktivisták is vannak a rendezvényen, akik nem félnek egy azon... Ott a lépcsőnél kell keresni. Igen, csak majd... Ott vannak még mindig, csak majd... hárman is. Jó. Csak azt akarom mondani, hogy vigyázz elők, mert lesből írnak petíciókat, bármelyik pillanatban. Egy másodperc alatt 100 petíciót megírnak ellened. Tehát, hogy majd figyelj, hogy nehogy véletlenül elkapjanak, jó? Rendben, figyelni fogok. Ez Blood for Blood? Andi, mindenre tudja a válasz. Ez Blood for Blood, ugye? Fontos kérdés, égető kérdéseink vannak. Utalás pénz! Muti! Transzakciószám! Van nálatok pénz? Honnan vagytok? Ez a Bodajki közbiztonságfelügyeleti non-profit Kft. És közbiztonságot érintő égető kérdéseink lennének. Először is az, hogy titeket ki engedett be ide? Én magamat engedtem be, bocsánat. És hogyan akadályozzátok meg a migráns hordáknak a bejutását ennek a rendezvénynek a területére? Szia Pelikán Józsi, ő nem migráns. Nem látjuk rajtad a karszalagot, elvtárs. Elvtárs úr! Mit mondott? Na így. Nézzük meg, hogy zajlik egy szakszerű beléptetés a fesztivál területére. Először is megkérdezik tőle. Van-e alkohol? Jó, azt át kellene szúró... adni, hogy megígyjuk. Szúróvágó fegyver, pirotechnikai eszköz van-e az autóban? Csak ez van. Nálam van egy kézigránát. Egy kézigránát? Igen. Elkérhetjük? Vigyázzatok, mert kevés a parkoló és sok a terasz a fesztivál területén. Jó, rendben. Tehát bármilyen messze is vagyunk otthonról. A bennünk élő Erzsébet város még Bodakra is elkísér, és ezért a következő kérdést szeretnénk feltenni ennek a magát ismét csak szégyentelenül jól érző táborozónak, hogy szia, ne haragudj, neked van teraszengedélyed? Hú, geci, ez egy túl összetett kérdés így ma ebéd utánra. Ingyen sör van. Ingyen élet van és örök sör most ezen a fesztiválon. Azt szeretném mondani, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát kérek felmutatásra, meg pénzt. Ozorára vagy miről beszélsz? Itt vagyunk a Szikrának az ifjúsági táborában a Rőzsén. Jól de fesztiválon beszélsz látom, az Ozora. Jól látom, hogy farmer kabátokkal érkeztetek? Igen. Visszük a szovjet elvtársaknak ott divat. Nem, más. Pirotechnikai eszköz akkor nem volt ott és semmi más. Bent van a Jackie-ben. Farmer Jackie-ben. Milyen volt az út idefele? Hát, problémamentes? Volt, aszfaltos volt. Szerinted több betont és elférne ebbe az erdőbe? Mindenféleképpen. Sikeres parkolást kívánok. Nem nagyon, itt megfordulok, aztán lehet, hogy én megyek is vissza. Ja. Akkor ez életed legjobb fesztiválja eddig, nem? Mindenféleképpen. Én csak sofőr vagyok, drágám. Ja, ezt mindenki mondja, többen is próbálkoztak ezzel, hogy csak bejövök, aztán kimegyek. Google Form ki van töltve? Ahogy láthatjuk, rigorózus beléptetési szabályok vannak érvényben az MKK táborban. Nem juthat be bárki, akárki, viszont annál könnyebben. És a migráns hordák. Napot kívánok, tisztelt Boldog Tanfény Macska. Az lenne az egyetlen kérdésem, hogy hová lett a pénz? Nem gondolja, hogy válaszolni kéne erre a kérdésre? A választó polgárok kíváncsiak a választókat! Elvitte a mikrofon! Körbevezetsz minket? Igen, ez itt az előtér. És igazából több tér nincs. Itt alszik Vas Andrea vésznő. Ott meg általában a kutyája, de néha én. Ja. És lehet, hogy kapunk még szobatársat, de amúgy én osztottam a szobaosztást, szóval...
nem szeretnék ide szobatársat. Benézhetünk az ágyad alá? Persze. Tudod, mi az, ami elférne itt az ágyad alatt? Miféle? Egy akkumulátorgyár. Egy akkumulátorgyár. Nem volna rossz, legalább egy picit hűtene. Vagy az melegít, nem is tudom. Ami erre beállítjuk. Ja, akkor hűtés az most jó lesne. Így. Szekrényedben rejlik valami esetleg, amit megmutatnál a rádiónézőknek? Lehet, hogy néhány pókot. Lassan nyisd fel. Csontvázak vannak benne? Csontvázak már nincsenek, mert az Andinak a kutyája megette őket. Elhagytam a kutyámat. Felelőtlen állattartás workshopjainkat ajánljuk az ilyen gazdáknak. Hogy lehet az, hogy van pénzed kaját rendelni, és nincsen pénzed berendezni a szekrényedet? Ezt a minimalista stílust kedveljük, nem szabad hivalkodni szerintem, és túlzásokban. Elfér benne egy ember? Mekkora? Nem tudom. Ő elfér benne simán, de szerintem egy átlagos riporter is elfér benne. Egy átlagos alatti riporter. Nekem kell magamra zárni az ajtót, vagy? Köszönjük szépen, bemutattad a lakásodat, már itt se vagyunk. Ez egy csodálatos végszó. Szentimentális búcsúszavakkal kérlek, hogy búcsúztasd a hallgatóságot és a TV-rádió hallgatókat, nézőket. Annyit szeretnék elmondani a jövőbeli szavazóinknak, hogy mi arra gondolunk, amire önök. Szavaz ránk, mert mi is rád szavaznánk.